viharkárok. Úttestre dőltek fák, leszakadtak villanyvezetékek és egy családi házba csapott villám az elmúlt hétvégén. Bidor Fesztivál, a színházi versenyprogramban fellép többek között a Víg Színház, a Karinti Színház, a Játékszín és a Rózsavölgyi Szalon is. Új tanévrend, hosszabbak lehetnek a szünetek, de a diákok nyáron tovább maradhatnak az iskolapadban. Évente maximum egy tucat olyan eset történik Magyarországon, amikor villám csap egy családi házba. Ennek ellenére a legtöbb ilyen ingatlan nem rendelkezik villámhárító berendezéssel. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A múlt hétvégén Nyíregyházán kellett riasztani a tűzoltókat villámkár miatt. A biztosító társaságok többsége nem kötelezi ügyfeleit villámhárító elhelyezésére, de az elektronikai berendezéseink és saját épségünk miatt a szakemberek szerint egyre inkább ajánlott a beszerzése. Pénteken 7, szombaton közel 40 esetben avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A legtöbb esetben úttestre dőlt fákat kellett kézi erővel és motoros láncfűrésszel eltávolítani. Így Besenyődnél, Balkány és Szakoly, Fehérgyarmat és Tivadar, Nyíradony és Balkány, Napkor is Apagy, Gégény és Dombrát között, Penyigén, valamint Ófehértó és Levelek között a sínekre, Balkányban és Ófehértón villanyvezetékekre dőlt fa. A viharkárok mellett tűzesetek is keletkeztek az elmúlt hétvégén, mondta el a Katasztrófa Védelem vármegyei szóvivője. Nyíregyházán az Előd és a Csaba utca sarkán leszakadt egy villanyvezeték, és meggyújtotta az alatta lévő növényzetet. Nyíregyházán a Hímes utcában családi ház kéményébe csapott a villám, emiatt a konyhában lévő gázvezeték kigyulladt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gázt kizárták, a tüzet gyorssugárral eloltották. Mária Pucson közel 20 ingatlant károsított a vihar. A viharos erejű szél épületek tetőszerkezetét rongálta meg, valamint fákat borított rájuk. A beavatkozó tűzoltók az önkormányzat által biztosított fólia segítségével a tetőszerkezetek ideiglenes helyreállítását végezték el. Egy családi ház tűzfala megdőlt, az elektromos bekötővezeték tartotta, emiatt 6 ember lakosságvédelmi intézkedés keretében került elhelyezésre. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes úgy fogalmazott, éves szinten általában egy tucat alatti esetszámról beszélhetünk az otthonokba csapó villámok számát illetően. Összességében a viharok számától függően történik az ilyen villámbecsapódási tevékenység. Mi jellemzően egy tucat alatt van egyesztendőben, hogy ilyen jellegű káresethez kell, hogy kivonuljanak a tűzoltók. Amire föl szeretnénk hívni a figyelmet, zivatar, villámtevékenység esetén az állampolgárok sok felületen tudnak most már tájékozódni, hogy milyen meteorológiai események, esetleges riasztások vannak most bevezetve, ennek megfelelően tudnak felkészülni az ilyen villám tevékenységre is. A tűzoltó alezredes hangsúlyozta, az országos tűzvédelmi szabályzat pontosan rögzíti, hogy mely épületekre kell villámvédelmi berendezést elhelyezni, és ezeket a katasztrófa védelem rendszeresen ellenőrzi. Az ingatlan biztosító társaságokkal kötött szerződések általában két fajtát, elsődleges és másodlagos villámkárt különböztetnek meg, nyilatkozta Kulcsár Viktória biztosítási szakember. A legfontosabb, hogy minél hamarabb vegyük fel a biztosítónkkal a kapcsolatot. Ugye villámcsapást követően kötelesek vagyunk a kárt enyhíteni. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett károkat úgy kell helyreállítanunk, hogy azok már ne okozzanak több gondot. Például ugye, ha a villámcsapás következtében akár egy tetőszerkezet is megrongálódik, akkor meg kell akadályoznunk azt, hogy ez már beázáshoz vezessen. Szinte minden biztosító szolgáltatás nyújt a viharkárokra, illetve a villámcsapás okozta károkra. Ezeknek van ugye egy elsődleges és egy másodlagos hatása. Az, hogy milyen alapján történik a kifizetés, ez mindig a biztosítási feltételünkben van benne, és az adott biztosítási szerződés vonatkozik arra, hogy a mi esetünkben miként és hogyan fog téríteni a biztosító. A szakember hozzátette, a családi ház és lakásbiztosítások esetében a villámhárító berendezés nem kötelező, de ajánlott.
Augusztus 25-én kezdődik Nyíregyházán az idei Vidor Fesztivál. A nézőket több mint 150 program várja 20 helyszínen, ahol minden korosztály megtalálja majd a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. A Kossuth téri fellépő között lesz Minelli, a Republika, The Bieber, Szabó Balázs bandája és a Margaret Island, de a világzene képviselőinek is tapsolhat majd a közönség. Elkészültek a műsorfüzetek, finisébe lépett a 22. Vidor Fesztivál szervezése, melynek teljes programját kedden ismertették a sajtóképviselőivel. Az augusztus 25-től szeptember 2-ig tartó rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonlóan a város több helyszínén is várja majd a megyeszékhely lakóit és a városba érkezőket. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a fesztivál évről évre egyre nagyobb turisztikai vonzerőt jelent. Ez a 9 nap, mindig szoktam mondani, meghosszabbítja a nyarat, és a város egyik legvidámabb, reméljük a legvidámabb hetét, időszakát is jelenti. Ilyenek a programok szokás szerint, hogy nyár végén, iskola kezdés előtt az emberek töltődjenek még fel ezzel a fesztivállal is. Közösségi program mindenkinek szól, az ovisoktól a nyugdíjasokig, Bábszínháztól az éjféli zárásig, a Vidor Kertem is zár, még akkor be tudjuk. Tehát várunk mindenkit szeretettel, és hát érezzék jól magukat majd. A fesztivál fő támogatójának alapítója, Bárány László elmondta, évek óta figyelemmel kísérik a rendezvény programjait. Ez a város erről a fesztiválról is nevezetes. Nem véletlen az, hogy hívunk barátokat az ország másik részéről is erre a fesztiválra, mert itt, ha jó idő rendelkezés áll, és most már azt gondolom, hogy ennyi eső után most már a napsütés és az igazi nyárutón következik, minden adott lesz ahhoz, hogy itt, aki jó kedvel érkezik, az vidáman kacagva távozzon, vagy a másnapi rendezvényre is ugyanilyen jó kedvel jöjjön vissza. A versenyprogramban fellép többek között a Víg Színház, a Karinti Színház, a Játékszín és a Csokonai Nemzeti Színház is. A Móri Zsigmond Színház igazgatója kiemelte, az idén is sikerült remek előadásokat és fellépőket meghívni. Csupa neves fellépő van gyakorlatilag minden előadásban, illetve a címek is szerintem most nagyon vonzóak. Talán ennek is köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest is hamarabb elfogyott a jegyeknek a nagy része. Tehát most viszonylag kényelmes helyzetben voltunk, nagyon jó volt a felhozatal. A koncerteknél egy kisebb nehézség azért volt, a támogatás valamivel később fixálódott le, amiből gazdálkodhatunk a koncertek összeállításánál. A május vége, június eleje volt az, amikor már biztosan láttuk, hogy mennyiből lehet gazdálkodni. Ebben az időszakban viszont már nagyon sok koncertet lekötöttek ebben az időszakban, de szerencsére megtaláltuk azokat a szabad koncerteket, amik szerintem színvonalában nem csak hogy emelik, talán még ki is emelik ezt a fesztivált a többi közül. Az idén Hegedűs D. Géza, a Víg Színház művésze lesz majd a zsűri elnöke, aki a 70. születésnapjára összeállított koncertjével fel is lép a fesztiválon. A színpadi produkciókra szóló jegyek nagy része már elfogyott. A Kossuth téri és a vidorkerti programok az elmúlt évekhez hasonlóan ingyenesen látogathatóak. Szerdán sincs megállása az üzemanyagárak emelkedésében, bár most a benzinesek egy kicsit fellélegezhetnek, írja a holtankoljak.hu. A gázolaj nagykereskedelmi ára fog emelkedni a hét közepén, bruttó 15 forinttal, ami várhatóan megjelenik a kiskereskedelmi árakban. A benzin beszerzési ára nem változik, szerdától az alábbi átlagárakat tapasztalhatjuk. A 95-ös benzin literje 628 forintba, a gázolaj literje 638 forintba kerül majd. A következő tanévben hosszabb lehet a téli és a tavaszi szünet, cserébe egy héttel rövidülhet a nyári szünet, vagyis tovább maradhatnak az iskolában a diákok. A Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke szerint nem kell óriási változásra számítani. Várhatóan ezen a héten zárul le a minisztériumi véleményezés azzal a tervezettel kapcsolatban, amely a következő tanévrendjének átalakításáról szól. A tervezet szerint a tanév első napja szeptember 1-e, az utolsó tanítási napja pedig június 21-e lenne.
Ha elfogadják, hosszabb lehet a téli és a tavaszi szünet is, viszont a diákoknak nyáron egy héttel tovább kell maradniuk az iskolapadban. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke úgy látja, nem kell óriási változásra számítani. Ha megvizsgáljuk azt, hogy elvileg 184 napot dolgozunk le, de ebből az általános iskolában ugye 4 nap az elmegy a tanítás nélküli munkanapra, amit szerveznek az általános iskolák saját belátásuk szerint. A középfokú intézményekben 7 nap ugye az érettségi miatt is. Ez a 180 nap azt gondolom, hogy egészen jól van összeszerkesztve. Óriási eltérés nem nagyon van a tavalyi évhez viszonyítva. Sokan azt feltételezik, hogy a tanévrend változtatására a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt van szükség, vagyis a fenntartó a hosszabb téli szünettel tud majd lefaragni a fűtési költségekből. Iszák Tibor úgy véli, Magyarország éghajlati adottságai miatt egyelőre nem valószínű, hogy a nyári tanítási időszak hazánkban jelentősen kitolódhatna. Nincs kimondva, de én szerintem van benne ráció. Hát ha most jól megnézzük, most hozok egy nyugat-európai példát, például Franciaországban van szünet, 4x2 hét van, de ott nyáron is tanítanak. És az nem biztos, hogy a mi diákjaink, illetve a mi infrastruktúránk fel van erre készülve, hogy mi nyáron ebben a forró hónapokban tanítsunk, illetve télen a nagyon hideg energia felhasználás miatt szintén nehezebben tudnák kezelni szerintem a fenntartók, és ez független minden fenntartótól ezeket a problémákat. Biztos, hogy van benne egy ilyen dolog, meg azért, hogyha megnézzük, nagyon jeles ünnepek esnek bele ezekbe az időszakokba, és ilyenkor a magyar embernek a család az azért nagyon fontos, és szeretnének együtt lenni. Ha megnézzük a téli szünetet és a tavaszi szünetet is, azért ott vannak azok a közösséget összetartó, család összetartó ünnepek. A tanévrendjével szorosan összefügg a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos igazolások határidő szerinti leadása, mondta el Iszák Tibor, amellyel kapcsolatban a Nemzeti Pedagógus Kar is igyekszik felhívni a szülők figyelmét. A határidők miatt nagyon-nagyon fontos ezeket a határozatokat, illetve ezeket az igazolásokat beszerezni. Ugyanis ha valakinek lejár ez az augusztus 31-i időponttal ez a határozat, és nem csinálja újra, akkor sajnos nem fogja megkapni azokat a lehetőségeket, kedvezményeket, amelyeket ezek a 3H vagy 2H igazolások és határozatok biztosítanak. És ezért fontos, nem csak a pedagógusnak és az iskolának, fenntartó részéről pedig most az új rendszerbe, a kvéta rendszerbe szeretnék ezt beemelni, folyamatosan nyomon követni, hogy lehetőleg minél könnyebben tudják és szolidabban tudják kezelni majd ezt a helyzetet. Ingyen tankönyv, ingyen étkezések, meg különböző olyan szociális juttatásoknak a felhasználásánál, ami szorosan érinti a szülőket is és ezeket a családokat. Az alelnök hozzátette, az igazolások hiányában a családok nem tudnak hozzájutni az őket megillető szociális támogatásokhoz, ezért érdemes időben elkezdeni az ügyintézést. A korábbinál nagyobb keresztmetszetű csöveken érkezik ezentúl az ivóvíz a tiszanagyfalui lakosokhoz. A fejlesztés rakamazzal és tímára közösen valósul meg, mintegy 170 millió forintból. A teljes projekt költségvetése több mint 900 millió forint, amely egy rakamazi kút fúrását is tartalmazza. Tiszanagyfalu egyik legforgalmasabb utcájában most is dolgozik az aszfaltmaró. A teherautóba kerülő, darált aszfaltot később elszállítják, hogy aztán újra bedolgozható legyen. A felbontott sávot a napokban új aszfaltszőnyeggel állítják helyre. A településen az ivóvízellátás mennyiségi és nyomásbeli viszonyainak javítása érdekében kezdődtek építési munkák. Ennek idejére forgalomkorlátozást is bevezettek a több mint 300 méteres szakaszon. A teljes beruházás rakamazzal és tímára a közös fejlesztés. A Tisza nagyfalura eső rész beruházásnak az értéke a 170 millió forint, az összberuházás értéke, állami beruházásról beszélünk, 910 millió forint. Jelenleg kicserélték a 100-as csövet egy 150-esre, ami rakamazról érkezik vissza Nagyfaluba, és ezáltal nagyobb mennyiségű ivóvizet tud szolgáltatni a hírségvíz, mint szolgáltató.
Tiszanagyfaluban jelenleg nincs eladó ingatlan, a község teljesen benépesült. A folyamatosan növekvő lakosságszám miatt időszerű is volt ez a fejlesztés. A gyakorlati megvalósítás az ebben az évben kezdődött, a nyár folyamán, és ezen a héten meg is valósult Tiszanagyfaluban. A többi településen még folyamatban vannak a munkálatok. Azért volt erre szükség, mert a ivóvíz hálózaton beérkező víz mennyisége már nem fedezte a Tiszanagyfalu vízigényét, és ezért cserélték nagyobb méretű átmérői csőre. Tiszanagyfalu önkormányzata saját erőből nem tud ehhez hasonló komfortjavító beruházásokat finanszírozni, ezért minden ilyen fejlesztésnél az állam segítségét kérik. Az időseknek tartottak interaktív előadást az internetes bűnözésről a Vármegyeházán kedd délelőtt. A Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai megtörtént bűncselekményeket játszottak el, a hallgatóság így közérthető jelenetek formájában tájékozódhatott, mit érdemes elkerülni az online világban. Az idősek felvilágosítását célzó eseményt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat identitás megőrző pályázatának keretében valósították meg. Nagyon-nagyon vigyázni kell, minél hamarabb védj le, visszaadom neked, és védj le ezeket, tedd meg minél hamarabb. Amatőr színjátszókká avanzsáltak a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai. Kedd délelőtt valós eseteken alapuló szituációkat mutattak be egy-egy jelenet formájában az időskorú hallgatóságnak. Az előadásokkal azt kívánják elérni, hogy a 65 éven felüliek tisztában legyenek azokkal az esetekkel, amelyekkel megelőzhetik, hogy internetes csalások áldozatai legyenek. Az idősek egy érdekes korcsoport. Van egy nagyon jó tulajdonságuk, hogy ők még hisznek a dolgok valóságában. Hisznek abban, hogy ha valaki felhívja őket, akkor tényleg az van a vonal másik végén, akit ők annak gondolnak, aki bemutatkozott. Ez egy nagyon jó tulajdonság, talán az életet ez viszi előre, viszont pont ez a gyenge pontja az időseknek talán, és pont ezt a naivitást vagy rácsodálkozást az életre használják ki arra, hogy bizony az őszinteségük alapján gyakorlatilag minden olyan adatot kicsalnak, amellyel az ő sérelmükre bűncselekményt követhetnek el. Ez akár egy online formában, akár egy telefonon keresztül is megtörténhet, és most a mai nap erre a két területre fókuszálunk. Azon helyzeteket próbáljuk meg bemutatni, egy rövidke kis performance, színű előadás egy pár összekötő szóval, amelyek a mindennapokban talán érhetik őket. Az időskorúak a legvédtelenebbek az internetes csalások ellen, amelyek ráadásul egyre nagyobb méreteket öltenek. Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, fontos, hogy a nyugdíjas korosztály számára is megmutassák a helyes megoldásokat. Ezért is szervezték meg az eseményt az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázat keretében. Az identitás programban számos eseményt valósítottunk meg az elmúlt években, és ez egy különleges alkalom a mai, hiszen egy olyan témát választottak a kollégáim, amely nagyon érinti elsősorban az időseket, de minden korosztályt, ez pedig az online térben leselkedő veszélyek, az ottani bűnözői magatartások, és erről tart a megyei rendőrség egy tájékoztató fórumot, amely remélhetőleg a idősek védelmét is, de minden korosztály védelmét is szolgálja, hogy ezeket a tapasztalatokat, tudást esetleg tovább is adják az itt jelenlévők. A Máté Szalkai rendőrség interaktív előadásaival egyébként a vármegye számos településén járt már, elérve ezzel több térség időskorú lakosságát. Vereséget szenvedett az NB1 második fordulójában a kisvárdai futballcsapat, Milos Kruscsics együttese Kecskeméten lépett pályára, és a hazaiak 3-1-re megnyerték a mérkőzést. A 3 ponttal 7. helyen álló Kisvárda pénteken az 1 ponttal 10. MTK Budapesthez látogat. Az új vezető edző Horváth Ákos irányításával elkezdte a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák számára szeptember 23-án kezdődik a bajnokság az NB1B piros csoportjában. A nyíregyházi szurkolók szeptember 8-án és 9-én a Sitku Ernő emléktornán láthatják az alaposan átalakult csapatot.
Figyelmesen hallgatják Horváth Ákost az új idény első edzésén a Kékcápák játékosai. Hivatalosan ugyancsak augusztus 14-én kezdődik el a felkészülés, de szinte valamennyi kosaras megjelent a Continental Arénában. Tekintve, hogy új az edző és sok az új kosaras, szükség van arra, hogy minél többet készüljenek együtt a játékosok. Még nincs jelen mindenki, tehát a hivatalos kezdés az annyit, hogy az jövő hétfő lesz, de pont mutatja az elhivatottságukat, hogy érzékeltettük, hogy azért elég hamar van az első tétmeccs, meg az első edzőmeccs is elég korán van, úgyhogy aki csak tud, szedje a sátorfáját és jelenjen meg, és ennek az eredménye, hogy ilyen sokan megjelentek, így tudtuk is kezdeni már állapotfelméréssel, ami szintén megkaptuk azt a választ az állapotfelmérések alapján, hogy baromi jól edzettek a srácok, úgyhogy van mire építeni, nem kell senkinek a erdőbe az alapokat összeszedni magára, mert foglalkoztatunk kosárlabdával. Az egyik új játékos a 21 éves Nagy Simon, aki a BKG csapatától érkezett Nyíregyházára. Előtte Jászberényben is szerepelt, így jól ismeri az NB1B piros csoport mezőnyét. Úgy gondolom, hogy amikor feljutott a Nyíregyháza, akkor 2-3 meghatározó csapat volt. Ugye a BKG, Nyíregyháza, és most nem jut eszembe értem a harmadik, de most talán az egyik legkiegyensúlyozottabb lesz a mezőny. Ugye elmúlt 2 év alatt így normalizálódott ez a nagy különbség. A vezetőedző egy olyan csapatot szeretne majd látni a pályán, amelyben egymásért is küzdenek a játékosok. Szokták mondani, egy nagy klisével élnék, ugye, hogy a 100%-ot ki kell tenni, de ugye minden mindig onnan indul. És megint a mostani szerkezetre gondolva, azt gondolom, hogy itt mindenki olyan, aki tényleg innen indul. És onnantól kezdve az, hogy a megbeszélt sémákat, filozófiát, taktikát, tehát hogy mit miért csinálok a csapat oltárán, azt minél jobban elsajátítják, és minden egyes beletett energia a csapat oltárára hozza a produktumot, akkor érteni fogjuk egymást, és együtt fogunk előre elvezni. A Kékcápák 7 felkészülési meccset játszanak a szeptember 23-án esedékes bajnoki rajtig. A klub szeptember 8-án és 9-én rendezi meg a Sitkó Ernő emléktornát, amelyen a hazaiakon kívül 3 átcsoportos csapat, a Debrecen, a Kecskemét és a Budapesti Honvéd lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A biztosító társaságok többsége megtéríti a villámkárokat, de a szakember szerint érdemes átnézni a régebben kötött szerződések vonatkozó pontjait. Az elmúlt hétvégén Nyíregyházán a Hímes utcán egy családi házba csapott villám. Az okozott károk miatt a katasztrófa védelem és a gázszolgáltató munkatársait is riasztani kellett. Minelli, a Republika, The Bieber, Szabó Balázs bandája és a Margaret Island. Néhány fellépő azok közül, akik az idei Vidor Fesztiválon a Nyíregyházi Kossuth téren szórakoztatják majd a közönséget. A színházi versenyprogramban fellép többek között a Víg Színház, a Karinti Színház, a Játékszín és a Rózsavölgyi Szalon is. A rendezvény programját kedden ismertették a sajtó képviselőivel. Megrövidülhet az iskolai nyári vakáció, cserébe viszont hosszabb lehet a téli és őszi szünet. Ez derül ki Magyarország kormányának a következő tanévre vonatkozó új tervezetéből. Iszák Tibor szerint a tervezet egyelőre véleményezésre vár, a Nemzeti Pedagógus Kar pedig folyamatosan várja a kollégák témával kapcsolatos észrevételeit. Augusztus 8-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán fátyhol felhős lesz az ég, a felhőzet az északi-északnyugati tájakon meg is vastagodik. Arrafelé délután elszórt jelleggel záporok, zivatarok alakulhatnak ki, este felé pedig eső is lehet már. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között valószínű.